Sziasztok! Ez itt a vegánblog.hu. Én Ákos vagyok, tartsatok ma is velem, készítsünk el együtt közösen háromfajta finom ételt. Mindegyik alapanyaga tofu lesz, de még az elején nem árulom el, hogy milyen módon fogjuk őket elkészíteni, hiszen akkor nem néznétek végig a videót. Ami még a tofuról megemlítendő, sok hit és tévhit kering róla, mi most ebben nem megyünk bele, hogyha szeretitek és fogyaszthatjátok, akkor mindenképpen tartsatok velem, nagyon izgalmas lesz, egyébként meg remek fehérjeforrás és még rengeteg jó tulajdonsága van, az ízében pedig látni fogjátok, hogy a lehetőségek tárháza határtalan, édesen, sósan, bárhogy elkészíthetjük, tehát nem egy ilyen vacak szivacs, ahogy sokan gondolják róla. Spongya Bob is majdnem betiltatta a fogyasztását kanibalizmusra hivatkozva. Kezdjük akkor az első tofus ételünkkel. Marinálni fogunk. Kezdjük akkor ezzel, és Mari, nincs nálunk. Összetevők! Mindig elmondom, most is megteszem, gyors leszek, a videó alatti leírásban a pontos mennyiségek és a hozzávalók megtalálhatóak. Természetesen nézzük közösen meg, hogy miből marinálunk, főzünk, készítünk. Ezek úgy tűnnek, mintha ikrek lennének, de én már rájöttem, hogy az egyik balzsamecet, a másik pedig szójaszósz, folyékony füst, szerintem ez most már legyen mindenkinek otthon, már annyiszor használtuk, citromlé, fokhagymapor és hagymapor, bors, és a kis tofunk, szerintem el is kezdhetjük a folyamatot, folytassuk a marinálást. Fontos lépéshez érkeztünk el, ugyanis a tofunkat egy kicsit meg fogjuk szeretgetni, illetve ki fogjuk préselni belőle a nedvesség tartalmát, tehát egyfajta ilyen konyhai, sürgősségi ellátásban lesz része, kijön belőle majd a víztartalom, és mi meg a finom pálcunkkal fel fogjuk tölteni az ő testét. Ez a következőképpen fog történni, először is előveszem a tofunkat. Ha nagyobb darab tofutok van, akkor nyugodtan vágjátok ketté, és akkor így egymás mellé téve préseljétek. Hozom is az eszközöket. Mi papírtörlőt használunk, de nyugodtan sima textilből készült konyhai törlőt is tehettek oda alá. Ne sajnáljátok, mert fog ki belőle jönni nedvesség bőven. Ezt is ráteszem. Arra figyeljetek, hogy nagyon nagy súlyt ne használjátok. Mi most viccből, csak hogy a súlyt érzékeltessük, azért egy ilyen 2 kilós súlyzót hoztunk, de természetesen bármi mást használhattok, egy fazekat vagy akármit, csak lényeg az, hogy ne dumbót ültessétek rá, ja, ide hozom közelebb, ne dumbót, ne aszfaltozó úthengert, ne ilyeneket tegyetek rá, meg ami a fontos még, hogy azért ez is legyen, tehát ne közvetlenül érje. Tehát az én kis présgépem ilyen, de képzeljétek el, hogy mit tesz már a fogyasztói társadalom, már tofu nyomó szerkezetek is vannak a piacon, de szerintem, ha nem muszáj, ne szerezzetek be ilyesmit. Én ráteszem ezt a kis súlyt, elkezdi az izzadást, és várunk 20 percet, utána folytatjuk. A nagy stressz hatást azért közösen, közös teherviselésként éljük meg a tofunkkal, tehát néha nézzünk rá, mennyi nedvességet teresztett, esetleg cseréljük-e alatta a pelust, vagy ne, vagy a súlyt is azért ellenőrizzétek, hogy mennyire veszít a nedvességéből, esetleg még egy tárcsát kére, és akkor rá is tehetünk, de azért arra nagyon figyeljetek tényleg, hogy nehogy megrecsenjen szegény. Na úgyhogy egy kis körültekintéssel, nézegetéssel teljen el ez a 20-25 perc. Nézzük, milyen állapotban van a kis tofunk a kezelés után. Az biztos, hogy dehidratált lett. Látjátok, azért jó sokat vesztett a nedvességéből. Nem kell a formáját teljesen elveszteni, ne ijedjetek meg, tehát nem lesz egy ilyen kilapított pizza, vagy akármilyen alapzatú. Ezt szerintem tökéletesen érzem is rajta, hogy száraz, mint a beduin kulacsa. Következő lépésünk, hogy a fűszereket összekeverjük, illetve megcsináljuk a páclénket, a finom szószunkat. Abba fogjuk beáztatni mindjárt a tofut, de ne menjünk ennyire előre. Ezt jó alaposan összekeverjük. Próbálok minden elemet tökéletesen beletenni. És ezzel az ecsetkémmel most alkotok. Méghozzá páclevet,
Oké, szerintem ezzel más dolgunk nincs is, szeletelhetünk. Próbálok itt elférni meg, hogy lássatok is minden. Nem túl vastag, nem is vékony szeleteket. Próbáljatok ti is, én szerintem így kellően fel tudják szívni a finom páclevünket. A nyúlkálás nem tudom mennyire séf technika, de nekem bevált. Ide tesszük. Ami még szintén megjegyezendő, hogy pár órát legalább tartsátok a hűtőszekrénybe, így a páclében ázva a tofu szeleteket, de hogyha ráérősebb, vagy csak másnap szeretnétek belőle enni, vagy a vendégek másnap jönnek, akkor nyugodtan egy éjszakára is benne lehet hagyni. Oké, szerintem tegyük is a hűtőbe. Hál' Istennek, van nekem egy feleségem, aki egy zseni, és már nem engedett eljutni a hűtőig a tofukkal, úgyhogy nincsenek azok szépen megforgatva ebbe a pácba, úgyhogy ezt mindenképp meg kell mutatnom nektek, és nekem is logikusnak tűnt, de ijedtem be, már a hűtőbe akarta tenni. Nézzétek, azért próbálom mutogatni, hogy jó alaposan mindegyiket megforgatjuk, tehát mindegyik legyen ilyen szép barnás. Ezzel most már nem mutatlak titeket, de ez a lépés nagyon fontos, jó? Tehát nehogy betegyétek úgy, ahogy én arra készültem. De most már azért mindenki barna, szívják, és most már talán eljutok a hűtőig. Apró kis kulisszatitok, hogy az imént se jutott el a hűtőhöz. Fedőt tegyetek rá, de szerintem ezt jobban tudjátok, mint ezek szerint én. Pácolódott eleget, illetve szépen magába szívta a páclevünket. A sütés van már csak hátra. Egyébként, ha van időtök vagy kedvetek, amikor a hűtőben van, néha érdemes ránézni és így meghempergetni ismét, vagy átforgatni őket. De ha nincs időtök, akkor nem szükséges. Elvileg meg gyakorlatilag is tökéletesen kell működnie. Akkor is, ha plusz hempergések nincsenek. Nem vagyok gyors, de viszont precíz. Két tofuból simán csinálhatok, mi is annyit szoktunk. De most ennyi volt itthon. 200 fok a sütő. Ezt már nem is kell mondanom. Hamarosan eszünk belőle. Mi most sütőbe tettük, de használhattok serpenyőt is, és akkor magvajon vagy kókuszzsíron ugyanígy meg tudjátok sütni, illetve el tudjátok készíteni. A sütési idő ilyen 15-20 perc, de azért vigyázó tekinteteteket mindig vessétek a kis tofu darabkákra. Jó, tehát nehogy odaégjen. Én is ezt fogom most tenni. Szerintem hamarosan kész is vagyunk vele. Elkészült marinált tofu. Ilyen szép lett. Próbálom nektek mutatni. És ilyen szaftos, nagyon kellemes állagú, tehát tényleg beszívta a páclevet. És ilyen jó, puha, finom, hiába magyarázok, úgyis meg kell kóstoljátok előbb vagy utóbb. Akár ilyen táj vagy kínai tésztákhoz, még apróbb kockákra felvágva, szintén nagyon finom, illetve felhasználható, és még rengeteg módon ehettek belőle, de ezt már rátok bízom. Nézzük a következő tofu ételünket. Második féle tofunk elkészítéséhez érkeztünk. Tofu morzsa, kolbászízű tofu morzsa, bármilyen vegán étel megbolondításához, ízesítéséhez használhatjátok, rakott krumpli, pizza feltétként, salátákhoz, tésztákhoz, szinte bármihez használhatjátok, és egy nagyon finom, pikáns, magyaros ízt fog kölcsönözni annak az ételnek, ahol ezt használjuk. Tényleg gyors lesz, pár perc alatt elkészítjük, nézzük, hogy miből készül. Tudjátok, a leírásban benne van, de nézzük együtt közösen, nem lesz olyan sok. Tofu szerintem mindannyian ismerjük, almaecet, tamari, vagy szójaszósz, tudjátok, a tamari az a gluténmentes verziója, füstölt piros paprika, nagyon sokkal többet ne tegyetek bele, mert az el tudja vinni az ízét, fokhagymapor, hagymapor, oregano, bors és kömény, és hát nincs is más hátra, mint hogy kezdjük el összetörni a tofut. Gyorsak és célpontosak leszünk. Tegyük is be a tofukat ebbe a kis tálkába, és kezdjük el összetörni. Ehhez ezt a célszerszámot fogom használni.
meg az izomerőmet, már amennyit erre tudok összpontosítani. Jó alaposan törjük össze, hiszen most lesz a morzsa jelleg általunk kikényszerítve a tofuból. Nézzétek, már nagyon alakul, és mindjárt kolbász ízt is adunk neki. Egyébként így a megnevezésekről egy gondolatot engedjetek meg nekem, hogy még így itt töröm, hogy hát néhányan úgy érzik, vagy úgy gondolják, hogy a húsevő ételből való megnevezések azok vegánként nem helyesek. Mi úgy gondoljuk, és egyébként senkit nem szoktunk semmire nagyon erőszakosan rávenni, hogy szerintem akik a vegánsággal ismerkednek, szeretnének áttérni erre a fajta életmódra, azoknak nagyon fontos, hogy tudják hasonlítani valamihez. Tegyük hozzá akkor az ízeket, illetve a fűszereket. Ezért rendeztem így át logisztikailag a dolgokat. Ja, nem még először kerülök. Szerintem ezzel is meg tudom oldani. És látjátok, ilyen kolbász morzsa szerűre már kezd hasonlítani, de nyilván egy picit sütnünk kell. Nem tudom, hogy mondtam-e, de sose állt többször elmondani, hogy a sütőnket már begyújtottuk, illetve bekapcsoltuk. 180 fokra állítottuk be, és már nem merem jobban törni, mert aztán itt megszólnak, azért mindenképp ilyen morzsa jellege legyen jó, tehát nem tudom, mennyire látjátok, de még ennél egy picit hagyhatjátok is morzsásabbnak, én egy kicsit túl lelkes voltam talán, és akkor nincs más hátra, mint hogy remek tetést, azt úgyis imádjátok, de én már csak ilyen fél parkinsonosan tudom ezt megadni. Azért egy picit elrendezgetjük, hogy mindegyiket érje a hő. Jó, ennél lejöttek alaposabbak, de most az időtöket nem húzom. Szerintem irány a sütő. Kolbász morzsánk, amint látjátok, tálalható. Próbálom mutatni, hogy tényleg egy jó kis morzsás lett. Gyakorlatilag nincs is más hozzáfűzni való. Még szintén a villával azt próbálom nektek mutatni, hogy ilyen száraz, de mégsem agyonégetett. Ez kész, bármilyen finom vegán ételhez használhatjuk is. Elérkeztünk a harmadik fajta tofu ételünkhöz. Tofu kockák, ilyen kis bundába, és nagyon finomak lesznek, ezt garantálom nektek. Akár vendégváráshoz is ropogtatni valónak is jó, illetve bármilyen körettel így főételben is fogyaszthatjuk. Kicsit ilyen bundás rántott jellege lesz, de szerintem mindjárt látni is fogjuk. Nézzük, hogy milyen kevés hozzávaló kell hozzá. Hát a tofut már talán nem is kell mondanom. Füstölt piros paprika, sörélesztő pehely, és a fűszerek pedig hát itt is nyugodtan kreatívkodhatok, használhattok más fajtákat, de itt a só, fokhagyma, por, bors, tehát ilyen, ez egy ilyen basic verzió, de tényleg megbolondíthatjátok bármivel. Folytassuk is a munkát a szeleteléssel, hogyha már kockákról van szó. Próbálom azért mutatni, hogy lássátok is, jó? Tehát ha kockát jobb lett volna, nem esnek ezek így le, de mindjárt mértanilag visszatérve elérjük a kis dobókockáinkat. Jó. Oké, és még ezeket a hosszúakat is. Tehát látjátok, körülbelül valóban ilyen minden oldala azonos mértani formát és szögletes mértani formát, hogyha ilyen matematikai meghatározásokban most már beleálltam. Készítünk. Ti, ha ügyesebbek vagytok, akkor egybe marad az egész, és gyakorlatilag rögtön mindenki kockával változik, szerintem ez okés is. Jó, nincs más dolgunk, mint hogy a fűszereket beletegyük ebbe a kis edénykébe. Próbálok gyorsan lenni, hogy tényleg
demonstrálni, hogy mennyire egyszerű ez az étel. Mármint annyira egyszerű elkészíteni. Oké. Beletesszük a kockákat. Ügyesebbek, tehát nem olyanok, mint én. Mielőtt beledobják a tofu kockákat, egy picit azért a fűszereket is illik összekeverni, bár én annyira intenzíven keverem, hogy biztos vagyok benne, hogy így is el fognak keveredni. Ilyen kis dobáló mozdulattal, mint a lottósorsoláson a kis golyócskák így röpködjenek, nem tudom mennyire látszik, de már azért látjátok, szépen bebundásítottam az összes kockát. Szóval ezt kitartóan csináljuk, azt most nem fogjuk itt végignézni, de egyébként gyakorlatilag mindjárt kész is van. És nincs más hátra, mint hogy megsüssük. Sütőben 200 fokon negyed óráig süssük, és hát tepsibe szépen egyengessük el őket. Vagy használtok airfryert, ugye ez a száraz, vagy hát levegős, olaj nélküli sütő, az is kitűnően alkalmas rá, és ott is körülbelül ez a 15-200 fokos két varázsszám tökéletesen megfelelő lesz szerintem. El is érkeztünk ehhez a lépéshez. Elkészültünk mind a három fajta tofu ételünkkel, garantálhatom, hogy mindegyik nagyon finom, amint láttátok nem volt bonyolult, csak úgy emlékeztetőül azért fussunk végig mindegyiken. Ő volt ugye a marinált tofu, a morzsáink, a kolbász ízű morzsáink, és elkészültünk a kis ropogós kockáinkkal is, amik kicsit ilyen kis gömbölyűek lettek némelyik, de ez semmit nem vesz el az értékéből. Hát remélem, hogy sok új ötletet, tanácsot hallgattatok meg a mai adásunkba is, és ezt tudjátok otthon is hasznosítani. Ha tetszett ez a videó, csingiling, illetve lájkolás, kicsit variáltam most a sorrenden, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!